A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jössőt kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Témánk a víz, az életet adó, vendégem pedig Csonki István, a Közép-Dunán túli legális vízügyi igazgatóság igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntelek, szervusz. Nos, hát azt gondolom, hogy az elmúlt időszak, mondhatjuk ezt évekre visszamenően is, a legfőbb probléma, és nem csak az agrárgazdaságban, hanem ez általános probléma, a vízhiány. Évszázados asszályt éltünk meg az idén is, illetve 2022-ben, de ez ugye ez tetten érhető volt, ez a probléma már 2020-as évektől, idestova 4 éve. És hát most értelemszerűen a Velencei tó került fókuszba, annál is inkább, hiszen az elmúlt időszakban, ahogy mi is beszámoltunk róla egy híradóanyagban, elindult a Velencei tó vízpotlása, hiszen már eddig is óriási kárt szenvedett az ottani élővilág, és azt is tudjuk, hogy turisztikai szempontból is kiemelt térségnek minősül. Beszéljünk először is egy kicsit, és nyilván erről esik szó, hiszen a vízpotlás elengedhetetlen ahhoz, hogy visszaálljon a rend, a természet rendje, ahogy tetszik. Akkor, de mielőtt tényleg erről esne szó, akkor beszéljünk a vízről. Hiszen egy előzetes beszélgetésben egy nagyon érdekes mondat hangzott el, a víz kapcsán részedről. Igen, szóval a vizet nem mindig úgy kezeljük, és nem azon a szinten. A víznek természetes dolognak tartjuk. Kinyitjuk a csapot, és jön. Ott van, tudjuk használni, és nem is igazán érezzük ennek a súlyát. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy gyakorlatilag ez az alapvető élelmiszer, a víz, ami nélkül nincs élet. Hiszen az ember is 3 napig bírja ki. Kenyér nélkül, hús nélkül tovább kibírja, de ez egy alapvető élelmiszer. Ugyanez az élővilágnak ugyanúgy nagyon fontos és nagyon fontos szerepe van. Tehát nagyon kell vigyázni erre az értékre, és hát a klímaváltozás azért érezteti hatását. Nem csak a mi működési területünkön, itt Fejér megyében, hanem gyakorlatilag az egész országban, és különlegesen szélsőséges helyzeteket tud előidézni. Például sose gondoltuk volna azt, hogy ha a tavalyi asszálytérképet megnézzük, hogy az ország területén hol voltak asszályos területek, mindenki a tévéradóban értesült róla, hogy Dunatisza köze Alföld, ez egy piros zóna volt. Na most furcsa mód, ez a piros zónának volt egy kinyúlása a Dunántúlra, és ez pont Fejér megye teljes területe, a Velencei tó vízgyűjtő területe. Tehát ugyanolyan asszályos körülmények alakultak ki nálunk a megyébe, mint a Dunatisza közén, a homokhátságon, vagy nehogy Isten az alföldi területeken. Ez köszönhető egyrészt annak is, hogy ha csak a tavalyi évet nézzük, akkor is a sok éves átlagnak 85%-a hullott csak le. És ahogy említetted, már ez a 4. év, amikor átlag alatti a csapadék ezen a területen. Logikus, hogy ebből következően a talaj kezd kiszáradni, nincsen meg az a fajta képessége, hogy egyáltalán a források elinduljanak, rétegvizet elinduljanak. És hát most, amikor megérkezett ez a csapadék hullám januárban, ami, hagyd mondjam, azért rendkívüli csapadék volt. Tehát 1901 óta ilyen mennyiségű csapadékot januárban soha nem mértünk, mint most. Ugye ennek a csapadéknak az első része az arra kellett, hogy feltöltődjön a talaj. Tehát nem történt lefolyás ebből a csapadékból az első időszakban. Az első 2 hétben szinte semmi nem jelent meg a felszíni vizekbe. Mintelítődött a talaj, és ezt követően, hál' Istennek, elértük azt a szintet, hogy ma már megszólaltak a források, ma már elindultak az időszakos vízfolyások, tehát egy kicsit felé lett az a fajta körforgás, ami kellett volna már eddig is, hogy legyen. Igen, de ez még mind nem elég. Ugyanis nagyon is jól tudjuk, a bevezetőmben, ahogy említettem, a Velencei tó vízpótlása elég nagy vihart kavart bizonyos értelemben. Köszönhető ez annak, hogy a MOHOSZ, tehát a Magyarországi Horgászok Egyesülete, illetve a MOHOSZ Fejér megyei képviselő is
nem tudják mire vélni, hogy miért pont a zámai pátkai víz, ugye a zámai víztározóból a pátkaiba került a víz, hogy miért pont a pátkai víztározó segít, mondván, hogy az minimálisan csökkenti csak azt a hiányt, ami a Velencei tóra jellemző. Ez az egyik oldal véleménye. Ez az egyik oldala, természetesen. Ez az egyik oldal véleménye. Egy kicsit hagyj menjek vissza a múltba, hiszen a múltból mindig tudunk tanulni. Azok a fajta egyeztető tárgyalások, amik most zajlanak a pátkai tározó vízeresztésével ügyébe, ez 30 évvel ezelőtt volt az utolsó ilyen. 90-es évek elején, amikor hasonlóan kritikus állapot alakult ki, hogy miért mondom azt, hogy kritikus állapot. Amikor még a 60-as, 70-es években Andorko Sándor bácsi megtervezte a két tározót, már akkor is felhívta a figyelmet arra, és azért a 60-as, 70-es években még nem beszélhetünk klímaváltozásról, hogy a vízgyűjtő terület inaktív. Tehát ne arra számoljunk, mint bárhol máshoz. Itt a nyílt karszos területeken vannak jelentős beszivárgások, így ha 2-3 év, ő akkor azt írta le, hogyha 2-3 év asszályos év, az átlag alatti csapadék lesz, akkor gyakorlatilag hiába építünk meg két tározót, akkor is előfordulhat az, hogy ezeket teljes egészében le kell üríteni. Tehát már akkor a 60-as, 70-es években megfogalmazta. Hát ez a helyzet előállt először a 90-es évek elején. És mindenki emlékszik arra, hogy akkor ugyanilyen egyeztetések zajlottak, mind a két tározó leeresztésre került, és ezt követően azért volt egy külső vízpotlás is több mint 10 millió köbméter, és gyakorlatilag 94-re rendbe jött a vízszín. Ez az helyzet most ismét előállt 30 év után, annyi különbsége, hogy ahogy említetted, a negyedik olyan asszályos évben vagyunk túl, amikor a tóból egy középvízhez viszonyítom, azt mondom, hogy ahhoz legalább 12-13 millió köbméter hiányzik a tóból. Ez egy őrületesen nagy mennyiség, gyakorlatilag egy harmada hiányzik a tóból, és ha ezt a mennyiséget a tározókra vetítem, ha mindkét tározónk árvízszinten, tehát teljesen tele lenne, akkor van benne 12 millió köbméter. És most gyakorlatilag a zámai tározó, ahogy említetted, teljesen üres, már egy éve. A pátkai tározóban ennek a csapadéknak a hatására azért összegyűlt víz. A mai nap már ilyen 448 cm körüli szinten vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a tározóba összegyűlt több mint 2 millió köbméter vízünk. Tehát 2,1 millió köbméter vízünk. Na most a pátkai tározó üzemelési szabályzata értelmében, ami már a 90-es évek tanulságaira épült, abban gyakorlatilag az van leírva, hogy a 370-es szintig gyakorlatilag le lehet ereszteni a tározót, amennyiben a Velencei tó májusban nem éri el a minimális vízszintet, és gyakorlatilag egy szárazasszályos időszak van. Na most ezt a vízeresztést kezdtük meg gyakorlatilag mi 23-án reggel 8 órakor a pátkai tározóból. Ez a fölösleges vízmennyiség, amiről most beszélünk, tehát mondtam, hogy az egész tározóban 2,1, ami a 370-es szint fölött van, ez egy 1,3 millió köbméter. Tehát a tizede az... Hát gyakorlatilag a tizede a hiánynak, amit le tudunk engedni. A 370 azért fontos, mert egyfajta egyeztetés után alakult ki ez a vízszint. Tehát pont a horgászokkal, természetvédőkkel, hogy a tározóban ez az a vízmennyiség, aminél életben tud maradni a tározó is. Tehát eddig a szintig beszélünk arról, a leeresztésről. Ez most elkezdődött múlt héten hétfőn. Egy fél köbméter per szekundumos vízeresztéssel. Ez azt jelenti, hogy egy nap 50 ezer köbmétert tudunk leengedni a tározóból, folyamatos vízminőségi vizsgálat mellett, hogy a Velencei tóba ténylegesen csak jó vízminőség érkezzen. Ez azt jelenti, hogy mivel egy centi a Velencei tónál 250 ezer köbméter, tehát ez azt jelenti, hogy 5 nap az az időszak, ami alatt 1 cm tudunk leengedni a tónál. Tehát aki nézi a hidroinfot vagy a vízállás adatokat, az úgy 5-6 naponta látni fogja majd, hogy a vízpotlás 1-1 cm-t emel a tavon. Ha hozzátesszük, hogy 2021-ben már ott volt, hogy 70-71 cm-re csökkent a vízállás, akkor nyilvánvaló, hogy tenni kell. Ugyanakkor egy nagyon érdekes dolgot említettél,
hogy az agrárgazdák is tetszik, nem tetszik, bizony tehetnek arról, hogy a vízpótlás, illetve ez az asszályos időszak ennyire megviseli őket is, meg általában a természeti környezetünket. Igen, hát ha most valaki nézi a híreket és hallgatja a híreket, akkor hallja, hogy az Alföldön, Dunatiszák közén, ahol hatalmas asszályok voltak, most gyakorlatilag a Tisza mellett végig belvízvédelmi készültség van. Tehát megjelent a szántóföldeken a víz, megjelent az elöntés, és ott van kint, tehát belvízi károsodás jelentkezik több helyen. Na most nagyon érdekes, hogy elmondtam azt, hogy kiszáradt a talaj, több éves asszály van, és most lehullott egy csapadék, és egyből megjelenik. Ez két dologra vezethető vissza alapvetően. Az egyik az, hogy megszűntek azok a belső üzemi árkok, amik megvoltak. Belettek szántva azok a kisebb árkok, amik levezették a területről a vizet, illetve az a fajta agrártechnika, amit nagyon sok helyen nagyüzemi gazdálkodók végeznek, ez egyfajta talajtömörödéshez járul. Tehát a talajnak az a fajta szemcsés szerkezete, ami mindenkor kívánatos volt, az a három frakció, a víz, levegő, talaj, ez gyakorlatilag tömörödik, és egyre kisebb a levegő tartalma, így amikor lehullik egy rendkívüli csapadék, akkor megáll a területeken. Tehát akkor belvízi készültség van, tehát valami agrártechnológia is hozzájárul. Ugyanígy a vízgyűjtő területről sokkal-sokkal lassabban folyik le a vízfolyásra, és kint tározódik. Na most ez, most ha vízgazdálkodási szempontot nézek, és a tó szempontjából nézem, akkor most még nem annyira veszélyes, hiszen nincsen párolgásunk. Tehát gyakorlatilag ott tározódik, és majd szépen megérkezik a tóba, de hogyha ez sokáig így marad, és megjelenik a párolgás, akkor ezt a mennyiséget elveszítjük. Tehát vízgazdálkodási szempontból most nincs akkor, akár mezőgazdasági szempontból ellenba baj, hiszen a vetések, ha vízborítás alá kerülnek több hétig, az komoly károsodást tud szenvedni. Miközben továbbra is szárazság van, nagyon is jól tudjuk, tehát 30-40 centiméternél van a víz. Egy kicsit essék szó arról is, hogy ugye ezt a Belencei tó fejlesztéséért felelős kormánybiztos Tesely Zoltánról beszélünk. Hóna alá nyújt ennek a történetnek, és nagyon erőteljes megfogalmazásban tette közzé, hogy milyen megoldási javaslatokat kell. Ennek tükrében ugye a tópart polgármestere is összefogtak, viszont korántsem mindegy, hogy mit kell tenniük azért, tehát mit tehetnek a polgármesterek, vagy éppenséggel a Belencei tó polgárai azért, hogy ez a helyzet megoldódjék, vagy legalábbis a válságnak ez a bizonyos része elmúljon? Ebben példamutató volt Sukoró, aki már tavaly évvégén elkezdte azokat a belterületi árkokat, ami a Velencei tóba érkezik, ezeknek a takarítását. Sőt, nem csak az önkormányzati tulajdonú árkokat, hanem más tulajdonban lévő árkokat is kipucolt, például az M7-esről levezető csapadékvízárkokat is kipucolták. Ez egy példaértékű volt. Ehhez zárkozott föl Gárdony is, hiszen a múlt hét végén már egy önkéntes akciót hirdetett, és gyakorlatilag meglepő módon a polgármestert is meglepte az, hogy gyakorlatilag a civilek milyen aktivitással vettek részt. Tehát a mostan lehulló csapadékvíz, hogyha nem az árkokba szivárog el, hanem bejut a Velencei tóba, ez is segít. Ahogy fogalmaztak Teszeli úr is és Molnár Krisztián úr is, hiszen ezeket a tárgyalásokon ők is részt vettek, azt mondták, hogy minden centiméter számít a tó életébe. Nem szeretek nagyon sok számot mondani, de ahogy említetted ezt a 70 centit, azért nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a tavalyi évben megdőlt a mindenkori legkisebb vízállás a Velencei tónál. Tehát az 1942-es 62-63 cm-t megdöntöttük sajnos, és 53 cm lett a Velencei tó legkisebb vize, amit hivatalosan regisztráltunk. És hát a tavalyi évet, hogyha visszanézzük, akkor egy 90-es vízszinttel indultunk januárba, és abból lett egy 53 centi a szezon végére. Miközben a legnagyobb vízállás az épp hogy 100 cm fölé ment. Ezért volt szükség arra, hogy mindenképpen most beavatkozzunk már most a pátkai tározó vízeresztésével, hiszen most 70 cm volt az évfordulónál. Tehát 20 cm-rel kevesebben indultunk ebbe az évbe. Ha ezt így hagyjuk, akkor újabb legkisebb rekordot döntünk egy átlagos
csapadékos időszak mellett. Tehát nagyon fontos volt az, hogy minden egyes centiméter, ahogy a Tóth Pista polgármester úr is megfogalmazta az egyeztetéseket, neki 1-2 centi is sokat számít ahhoz, de nem csak ő neki. Ahogy említetted, nagyon fontos az ottani élővilágnak is. Igen, nagyon a tó fontos. Élővilágáról méltatlanul keveset beszélünk, igen. Mert az agrárgazdák nagyon fontosak, ez nem vitás, nagyon fontos az üdülővezet, hiszen ez nem különben, de én azt gondolom, hogy a Velencei tó élővilága, és főleg a partok mentén, hiszen a nádasoknál mi is láttunk megdöbbentő képeket, én azt hiszem, hogy ez mindenképpen megoldás, méghozzá közös megoldást kíván. Igen, és hát ha most nem csak a nádról beszélünk, hanem például beszélünk a halakról. A tavalyi évben egész szezon alatt folyamatosan levegőztetnünk kellett a tavat, hogy minimálisra szorítsuk azt a pusztulást. A tavalyi évben a legnagyobb hőmérséklet, amit mértünk Velence térségébe, a fenéken 30,6 Celsius fok volt. Tehát bődületesen fölmelegedett a tó. Ezt mindenképpen levegőztetnünk kellett, hiszen oxigénszegény állapot alakult ki. És hát nagyon sok terület szárazra került. Ha valaki elmegy most Dínyés felől és az alsó úton megy, akkor látja, hogy hatalmas voltokat. De azért nagyon érdekes, hogy van ennek pozitív hatása is. Tehát például pont a nádasokra nézve, nádszakértők azt szokták mondani, hogy a nádnak az a jó, hogyha 5-6 évente kiszárad, tehát szárazra kerül a lába. Ez segít a szaporodásnak, a feldúsulásnak, tehát jót tesz neki. De ha megnézzük azt, hogy például az úszólápok ilyenkor leülnek. Na most hosszú ideig nem jó az úszólápoknak, hogy leülnek, mert akkor a terévő cserje növényzet legyőkereszik, és megszűnik az úszóláp. Tehát nagyon fontos az, hogy minél előbb visszaállítsuk azt a természetes állapotot, ami volt. Tehát az élővilágnak is fontos, és ezért nagyon összetett a kérdés, ahogy említetted, és hát említetted a MOL-t is az eleinte. Tehát azok az érdekek megvannak mind a két oldalon és érvekkel együtt felhozva, ami miatt nem véletlen, hogy a pátkai tározó üzemelési szabályzatába szó szerint az van beírva, hogy ilyen esetben mindenképpen egyeztetni kell a másodlagos hasznosítókkal, és ez alapján kell meghozni a döntést. Na most ezek a tárgyalások vannak folyamatban, elindultak már az önkormányzatokkal, a velencetavi önkormányzatokkal, Teszeli képviselő úr vezetésével, szóbeli egyeztetésen már voltam a HOFESZ vezetőivel, és hát többek között most akkor indul majd a Pátkai Horgász Egyesülettel, a MOHOSZ-szal, Pátkai Önkormányzatával, tehát azok az érintett szervek egymásnak is el tudják mondani azokat az érveket, ami alapján meg tudjuk hozni a tározó leürítésének a döntését, vagy nem döntését, vagy elhalasztását. Tudni kell azt, hogy ahogy említettem a vízpótlás intenzitását, hogy ez csak fél köbméter, tehát nagyon óvatosan engedem le a vizet, hiszen nem lenne kívánatos most a dinnyési részen egy kénhidrogén kiválást elindítani az alacsony víz miatt, ezért óvatos a vízeresztés. Ez most el fog tartani február közepéig, február végéig. Tehát amikor majd a döntés megszületik, akár pro, akár nem legesen, akkor az február vége lesz. Azért az már egy hónap. Ha most azt mondom, hogy a február hónapot valaki meg tudná nekem mondani, hogy milyen csapadékkal jár, akkor előrébb járnék. Sajnos ezt nem tudja senki megmondani. Tehát az egyeztetések gyakorlatilag odáig fognak tartani. Akkor látjuk meg azt, hogy szüksége van-e a Velencei tónak még arra a 3 centire, hiszen a 370 centi alatti pátkai tározó, ez egy 800 ezer köbméter, ez körülbelül 3 centit jelent a tó életébe. Jelent-e valamit, vissza tudjuk-e fordítani, milyen annak a vízminősége, és akkor tudunk dönteni, de be vagyunk akkor is szorítva, hiszen ha döntést meghozzuk, akkor le kell halászni, ez nagyon sok, ezt el kell helyezni, ez a halállományt. Azért a pátkai tározónak a feneke nem egyenletes, nagy hálóval nem lehet meghúzni, meg kell hallgatni a másik felet is. És nem lehet azt mondani, most hagyd mondjam azt, hogy én nem a halakkal vagyok, 1972 óta MOHOSZ tag vagyok, és horgászom. Pátkán is horgáztam, Velencetavon is horgáztam, de ilyenkor félre kell ezeket tenni, tehát tárgyilagosan meghallgatni az érveket, és ez alapján dönteni. Természetesen különbözőek lehetnek az érdekviszonyok, illetve az érdekeltségi rendszer. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy pozitív olyan döntés születik, ami mindenképpen a Velencei tónak jó, ez a legfontosabb.
Viszont maradt még annyi időnk, hogy egy kicsit beszéljünk a Nádor és a Malom csatornáról, hiszen rendkívül fontos abban az értelemben is, hogy Nádasladánytól, vagy ha úgy tetszik, egészen le Soponya felé ezek meghatározóak. Hát most éppen a Nádor csatornán, a Cece térségében pont egy elsőfokú belvízvédelmi készültségen vagyunk. Tetőzött most már a vízállás, pont hát a nagy csapadékok hatására levonult. Egy belvízvédelmi készültség különösebb beavatkozás nem igényel, tehát a legalacsonyabb belvízvédelmi készültséggel vezettük le. És hát nagyon szerencsés vagyunk ilyen szempontból a térségbe, hiszen az itt lévő mezőgazdasági visszolgáltatási igényeket, mind a halastavi, mind a öntözési igényeket az előző szezonban is teljes egészében ki tudtuk elégíteni. Tehát nem volt vízkorlátozás ebben a térségben, ki tudtuk elégíteni a halastavakat, ki tudtuk elégíteni az öntözési igényeket. Ez köszönhető annak is, hogy egy fehérvárcsurgói tározó is felújításra került, tehát tudunk dombvidékről leengedni olyan vízmennyiséget, amit egy száraz időszakban vissza tudunk pótolni. Tehát van egy olyan jó csiki-csuki rendszerünk, hogy egy dombvidéki területen összegyűjtjük a vizet, gravitációs úton leküldjük a mezőföldre, amikor igény van rá, ha nem, akkor fönntartjuk az egészet, minimális a széndioxid kibocsátás, hiszen nincs szivattyúzási költség, gravitációsan működik az egész rendszerünk. A Sárvízmalom csatornát rendbe tettük az előző uniós pályázatból, jelenleg durván Réti Major térségéig tart a Nádor felújítása, tehát ha valaki most kimegy akár Fehérváron is, és megnézi a Nádor partját, szinte rá se lehet ismerni a régire, és megjelentek a halak benne. Tehát ami régen az volt, hogy még fű se nőtt a szélén, most már gyakorlatilag halak vannak, ragadozó halakat fognak benne, tehát visszatért az élővilág belé, van egy fenntartótunk, ahol meg lehet most már közelíteni, tehát úgy néz ki, hogy ezt a rendszert megcsináltuk, de hát ez az egyes üteme volt, mi úgy nevezzük, hogy Séd-Nádor-Gaja rendszer revitalizáció, ez egy nagy program, amit körülbelül 10 évvel ezelőtt fogalmaztunk meg, ennek az első része valósult meg. Most szeretnénk, ha elindulna a következő rész is, hiszen a Gajapatak rendezése nagyon fontos lenne, illetve az oldalágak rendezése, Cece térségének egy vízvisszatartó, vízes élőhely kialakítása. Tehát sok olyan elképzelésünk van pont a Nádor mellett, ami egy vízvisszatartásra vonatkozna, akár vízes élőhelyre, akár tározó szempontjából. Mert azért a víz az úr, tehát ezt ne feledjük sohasem. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Érdeklődéssel várjuk a híreket, és természetesen, kedves nézőink, időben beszámolunk önöknek is róla, hiszen ez kulcskérdés ebben a térségben mindenképpen. Csonki Istvánnak köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a megtisztelő meghívást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.